A mai naptól reggel, hajnali 5 órától kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk használata Karcag városában működő piac területén. A maszk használata nem kötelező a város belterületének közterületein. Nem kell alkalmazni a 6. életévet be nem töltött kiskorú gyermek esetében. A részletekről Szepesi Tibor polgármester ad tájékoztatást. Tisztelt karcagi lakosok! Megköszönöm a veszélyhelyzet alatt nyújtott eddigi megértésüket. Köszönöm, hogy a kormány által bevezetett védekezési intézkedéseket, továbbá a városban hozott szabályokat, rendeleteket maradéktalanul betartották és betartják. Hiszen a mi kezünkben a legfontosabb védekezési eszköz a felelős magatartáson túl a szociális távolság betartása, a folyamatos kézfertőtlenítés és a szájat, orrot eltakaró maszk megfelelő és tudatos használata. Köszönöm a kiemelten veszélyeztetett területeken dolgozók, orvosok, ápolók, egészségügyi dolgozók, szociális munkások, pedagógusok és a további szolgáltató területeken dolgozók erőfeszítéseit, kitartását. Köszönöm a város valamennyi polgárának felelős magatartását. A védőoltások megérkezésével, köszönhetően a kormány hatékony munkájának, az egészségügyi dolgozók oltása a Kátai Gábor kórházban, illetve a rendelőintézetben megtörtént. Az idősek otthonában mind a bentlakók, mind a dolgozók oltása a héten a 2. vakcina beadásával szintén megtörtént. Elkezdődött városunkban is, és folyamatosan zajlik, a 80 év fölöttiek és a krónikus betegségben szenvedő 60 év alatti lakosok oltása is. Mivel a város vírusfertőzésének leginkább kitett kritikus célcsoportjainak oltása megtörtént, illetve folyamatban van, így 2021. február 22-e hétfő reggel 5 órától a városban elrendelt kötelező maszk használata, természetesen a kormány által elrendelt intézkedések további folyamatos betartása mellett a piac teljes, előzetesen kijelölt területén lesz továbbra is kötelező. Tisztelt karcagi polgárok! Teljesen azonban még nem dőlhetünk hátra, hiszen a vírus még közöttünk van. Ezért mindenkit arra kérek, hogy segítsük egymást továbbra is a vírus elleni védekezésben. Figyeljünk fokozottan a környezetünkben élőkre, segítsük az időseket, a rászorulókat, minden embertársunkat. Szükség esetén kérem, keressék hivatalunkat a megadott elérhetőségeinken, és csak hiteles forrásból tájékozódjanak. A kialakult helyzeten csak a legnagyobb fegyelemmel és összefogással lehetünk továbbra is úrrá. Kérem, hogy a kormány által meghozott intézkedéseket és a város lakossága érdekében meghozott rendeletünket továbbra is fegyelmezetten tartsa és tartassa be mindenki. Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra.